kiválóan süt a nap, szép száraz idő van, mondhatnám viccesen, hogy alkalmas tűzgyújtásra. Na de ez poén volt, itt vagyunk a találkozások ház előtt, és nem véletlenül van a háttérben a tűzoltóautó. Nagy szeretettel köszöntöm Németh Zoltánt, tűzoltó parancsnokurat, egyesület elnökét. Parancsnokát ott is. Parancsnokát, nagy napra vírat nektek, hiszen 140 éves az egyesület. Így van, ebben az évben, 2024-ben ünnepli az egyesület a 140. évfordulóját. Hát ugye 1884-ben alapították meg az elődeink, akkor még Szent Mihályon ezt az egyesületet. Lehet tudni, hogy ki volt az alapító, vagy kik voltak az alapítók? Így van, tehát ugye most az egyesületünknek a Lukács Ferenc Önkéntes Tűzoltó Egyesület a neve, ez az alapító tiszteletére. Tehát Lukács Ferenc gyógyszerész volt az, akinek a fejéből kipattant az, hogy ott a 140 évvel ezelőtt megalapít egy ilyen egyesületet, mert akkoriban elég sok tűzeset volt a nádfedeles házak miatt, elég sok volt belőle a probléma, és ezért gondolták úgy, hogy akkor ők itt is a helyben csinálnak maguknak egy tűzoltóságot. Gondolom nem nagyon jutott az eszetekbe az, hogy 140 évvel ezelőtt, hogyha volt egy tűz Vasváriban, most ez természetes, beültök a tűzoltótól, kimentek, slakki, hab, ami csak kell, mindenféle szóróvágó eszköz, viszont akkor mi lehetett? Hát természetesen ennek utána jártunk, tehát utána néztünk levéltári iratokban, múzeumban, hogy mégis hogyan az egyesületnek a története hogyan alakult. Tehát ugye először, ugye akkor még lóvontatású, kézzel hajtott gép, vagy fecskendők voltak, nem gépjármű, csak fecskendők, és azzal oltották a tüzet. Tehát a legelső, amikor megalakult az egyesület, akkor volt nekik egy ilyen lóvontatású fecskendők, és azzal járták, akkor azzal mentek ki, hogyha tűz volt. Most egy ilyen nádfedeles házhoz, ha még befogták a lovat, elindultak, odaértek, volt még mit oltani? Hát nem valószínű, de ugye az volt a lényeg, hogy nem csak, mert ugye most is az van, hogy van olyan, amit már nem lehet megmenteni, de a környezetében lévő tárgyakat, épületeket, azokat mentsük meg. Tehát akkor is már valószínű, hogy inkább arra törekedtek, hogy ha már azt nem tudják megmenteni, hogy már ég, de ne égjen le az egész utca. Ez olyan természetes az, hogy ti vagytok, hogy bármi tűz van, hívnak benneteket, mentek, de soha senki nem gondolt bele, vagy legalábbis ritkán, hogy sokszor ti az életetekkel játszottok. Így van, ez a szakma, ez ezzel jár. Mondhatjuk, hogy erre is esküszik fel, aki tűzoltó lesz, tehát a tűzoltó esküjében benne van, hogy akár az életem feláldozásával is végrehajtom a feladatomat. Nem sajnos, de ez így van, de azért szerencsére azért ritka, amikor ez tényleg meg is történik, hogy a tűzoltó az életével fizet a másnak az életének a megmentésért, vagy tárgyi eszközének a megmentéséért. Van bármiféle statisztikátok? Hát nyilván 140 évvel visszamelőleg nem gondolom, hogy minden évben feljegyezték, hogy hány tűzesethez vonultak, vagy hány baleset, vagy mi minden, de azért nagyjából van egy sejtésetek, hogy mennyi munka volt akkor, illetve össze lehet hasonlítani a mostanival a tiétekkel. Hát akkoriban azért találtunk egy kis statisztikát, akkoriban azért ilyen évente ilyen 40-50 eset volt, és ugye a nádfedeles házaknak a modernizálása után, akkor ugye bejöttek a cserép, palafedésű lakások, akkor már egy kicsit ugye csökkentek a tűzesetek, tehát ott akkoriban azért egy ilyen évi 20-30-40 esetnél nem volt több. Hát most ma meg már ott tartunk, hogy évente 300 sem ritka, sőt, még valamikor több is. Mennyire bírjátok fizikailag, lelkileg? Hát fizikailag is megterelő volt, főleg itt most az elmúlt két hónap. Tehát a július-augusztusban kánikula, aszály, ugye nem esett két hónapig egy csepp eső sem, és rengeteg volt naponta, 4-5-6 tűzesethez is vonultak a fiúk, ami szabadtéri tűz volt, meggyulladt a magas gaz, avar, és akkor azt kell tölteni a 40 fokba a bevetési ruhába, ami egyébként is meleg, tehát még azt még ha felvették 40 fokba, tehát nagyon megterhelő volt fizikailag is, megterhelő volt a technikának is, és de mondhatjuk azt büszkén, hogy sikerre teljesítettük. A technika is kibírta, meg az állomány is kibírta, és akkor most reméljük, hogy a mai ünnepség egy kicsit enyhít majd ezeken a fájdalmakon, úgymond. Fitness termekbe ezért fizetnek, úgy hívják, hogy kardió. Még tényleg ti csináljátok, azért elbírom képzelni, hogy mikor van kint 38-40 fok beöltözve egy ilyenbe.
Néztétek már, hogy egy erősebb, tényleg mikor én kézi szoktam olvasni, hogy kézzel oltjátok a tüzet olyan helyen, vagy nem megy oda a kocsi, vagy éppen elég habozott, csak ezzel a kézi eszközzel oltjátok, hogy egy ilyen alatt mennyi megy le valakiről? Hát nem mértük még meg, de biztosan. De mérhetőbb? Hát szerintem mérhető lenne, hogyha előtte utána ráállna a mérlegre, de ugye ott nincs idő arra, hogy mielőtt elindulnak rájön a mérlegre, de az látszik, hogy csavarni lehet ugye a pólóból a vizet utána nekik is. Mennyire szellemültek át a fiúk? Mit jelent nekik ez a mai nap, ez a 140 év? Hát biztosan mindenkit megérint azért egy valamennyire az, hogy 140 évvel ezelőtt alakult meg ugye ez a tűzoltóság, most jelenleg ők is tagjai. Ugye vannak, akik majd elismerést fognak kapni, nekik biztos, hogy még felemelőbb érzés lesz. Nem tudom, hát ezt tőlük kellene inkább megkérdezni. De tényleg, most itt van a csapat, itt van a tűzoltóautó. Mi van, ha tűzött ki most Vasváriban? Hát természetesen a szolgálat, az tovább. Ja, a másik feleme ott van a csapatnak. Nem, itt vannak, de hogyha valami olyan esemény van, akkor természetesen el kell nekik menni, akkor elmennek. Van oda a díszlet, oda a tűzoltóautó. Igen, igen. Zoli, egyfajta a lakosság felé, egyfajta közlés, kívánság, kérés. A lakosság felé? Egy kicsit több tudatosságot szeretnénk kérni a szabadtéri tüzeléseknél, mert azzal van most volt a legnagyobb probléma. Tehát, hogy ne gyújtsák meg otthon felelőtlenül az avat, ne gyújtsák meg otthon a szemetet amúgy sem szabad égetni. Tehát, és ne, hogyha meg is gyújtják, akkor ne hagyják felügyelet nélkül, illetve ha felügyelet is van ott is, azért kell, hogy legyen egy legalább egy vödővíz, meg egy lapát. Tűz elbűvöl, lenyűgöz. A tűz meleget, fényt és biztonságot ad, de pusztító pokollá is nőhet, és mindent elpusztíthat, ami az útjába kerül. Az emberek kezdettől fogva csodálják a lángok szépségét, de ki óv meg minket a veszély pillanatában, ha már nem tudjuk uralni az útját, de mindenek előtt kivéd meg minket, és azt, amit fáradtságos munkával felépítettünk. Itt Tiszavasváriban a tiszavasvári tűzoltók látják el ezt a feladatot. Tisztelt vendégeink, jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket a 140 éves Tokács Ferenc Öngyéves Tűzoltó Egyesület jubileumi ünnepségén. Külön tisztelettel köszöntöm Nagy József tűzoltó ezredes urat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság igazgató helyettesét. Gelevenics Károly tűzoltó ezredes urat, a Nyíregyházi katasztrófa védelmi kirendeltség vezetőjét. Tóli András, tűzoltó ezredes ura, a Nyíregyházi katasztrófa védelmi kirendeltség. Oszlár Gábor, tűzoltó ezredes ura, a Nyíregyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság. Nagy Zoltán, tűzoltó ezredes ura, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei védelmi bizottság titkára. Dombrávi László, Mindenhol Nagy úr, tűzoltó ezredes ura, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kirendeltség. Péter Tamás tűzoltó ezredes urat, a hajdonállási hivatásos tűzoltóság parancsnoka. Dr. Elek Tamás urat, a Tiszavasvári járási hivatal vezetőjét. Tamás Csillát képviselő asszonyt.
Kőbeli Tamás rendőrszázadost, Sűrűn Csapulat nyugalmazott polgármestert, Erdély testvértűzoltóságunkat, a Csíkszentendrei Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviselőit, Bocskor András vezetésével, illetve a pásztorok, a környező egyesületek képviselőit és az egyesület tagjait. Felkérem dr. Elek Tamás urat, járási hivatalvezető, mondja el neki köszöntőjét. Eszeredes úr, elnök úr, parancsnok urak, tisztelt jelenlévők, nagy szeretettel köszöntök mindenkit én is. A bevezető videóban elhangzott, hogy Tiszavasvári tűzoltóság. Az én személyem egy picit abba az irányba is tereli a dolgot, hogy nem csak a városról van szó, hanem egy nagyobb egységről. Arról az egységről, amit járásnak hívunk, és tudjuk, hogy 2003 óta a tiszavasvári tűzoltók az egész járás, sőt, bizonyos esetekben még a járáson kívül is látnak el a vonulást, látnak el feladatokat. Én külön köszöntöm Németh Zoltán urat is, és nagyon köszönöm a felkérést, nagyon köszönöm, hogy megtisztelt ezzel a néhány pillanattal. És bevallom őszintén, hogy régi emlékek szakadtak föl. Pedig itt sokan vannak, akik azért tudják, hogy a éves beszámolók alkalmával jelen vagyok. És valahogy akkor nem jutott eszembe, de most egy nagyon fontos dolgot szeretnék megosztani. Egy picit személyes lesz, és ezért elnézést kérek, de bizony, hát azt hiszem, hogy én is voltam egy kétes tűzoltó. Egy pici délnyírségi faluban részese voltam nagyjából 6. koromtól, inkább 7. és 8. koromtól, amit úgy hívnak, hogy önkéntes tűzoltóság, és az annak a kereteiben szervezett versenyek. Bizony, én, ha jól fogalmazok, és majd nyugodtan ki lehet egészíteni, vagy pontosítani, mert nagyon-nagyon régen volt, és higgyék el, hogy mostanság szakadt föl bennem ez az érzés, mármint, hogy tegnap óta. Hát a szív volt, ahol én nagyon komoly feladatokat láttam el. A mi kis életünkben nagyon izgalmas volt ez, és én emlékszem, és most megvillant, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület szertárát mutatták, és benne állnak az ifák. És ez is eszembe jutott még tegnap este, hogy bizony, ugye szárazon gyakoroltunk nagyon sokat. És amikor Podolai Zoli bácsi azt mondta, hogy na fiúk, akkor most vizes gyakorlat lesz, akkor megjött a TSZ-nek az ifája, felpakolták a motort, kimentünk a falu szélére, és elkezdtük a vizes gyakorlatokat is. És nagyon-nagyon tisztán emlékszem, nagyon sok versenyen, most már tudom, hogy nagyon sok versenyen vettem részt, általában mi ugye Nyírbátorba mentünk, és emlékszem az izgalmára ezeknek a versenyekre is. Talán leginkább arra emlékszem, hogy a mi versenyszámunk után jöttek a felnőttek, és még mindig dübörög, ne felejtsék el akkor, hogy 13 éves voltam, hogy dübörög a felnőtteknek a szerelése. És megjelent előttem mindez. És ez nagyon jó érzéssel töltött el. Én most Zolinak nagyon köszönöm, hogy mondtam neki, hogy lesz egy kis meglepetés, mert én nekem ez valahogy elment az életemből ez a pár gondolat, és most visszahozta ez a felkérés. Csodálatos volt megtapasztalni azt, hogy emberek együtt dolgoznak. Gyereket és ember. Csodálatos volt megtapasztalni azt, hogy a versenyben együtt vagyunk. Közösséget alkotunk, hogy együtt dolgozunk. Nem vonultam és nem oltottam tüzet, nem mentettem életet. De azt hiszem, hogy ez a pár gondolat megmutatja, hogy sokkal többen vagyunk ám együtt ebben a gondolatban, még talán én is, aminek az ünneplésére most összejöttünk. Az önkéntes tűzoltóság, a 140 év, Tiszavasvári, egy csodálatos időszak, és hát ennek összejöttünk most a megünneplésére. Szeretném a kis mondandómnak a lezárásaként felemlegetni, hogy van egy régi magyar mondás, mindannyian ismerjük, hogy baj van, ismerszik meg a barát.
És akkor elgondolkodtam ezen a mondáson, és azt szeretném megosztani, hogy valóban, amikor mi emberek bajba kerülünk, akkor nagyon sokszor a barátaink, ismerőseink, rokonaink fogják meg a kezünket, segítenek, és túl vagyunk a bajon. Aztán van egy olyan helyzet is, amikor ők nincsenek mellettünk, de bajba kerülünk. Akkor az történik, hogy a fele barátaink azok, akik segítenek. Egy összeesett emberen az utcán, egy rosszul élő emberen megfogjuk a telefont, vagy odagugolunk mellé, és segítünk neki. Ilyen mostanában velem egyébként előfordul. De azt is tudhatjuk mi, és óriási biztonságot jelent mindannyiunk részére, hogy nem csak a barátaink, hogy nem csak a fele barátaink, hanem van Magyarországon egy olyan szervezet, egy olyan hivatás, amely ezen túlmutat. Természetesen az önkéntes tűzoltókra, a települési tűzoltókra, a létesítményi tűzoltókra és a hivatásos tűzoltókra gondol. Ezek az emberek professzionális eszközökkel, magas szakmai felkészültséggel azért vannak, hogy segítsenek nekünk. Ugye ebbe a körbe nem sok hivatás tartozik. A tűzoltóságon, a katasztrófavédelmen, a mentőkön és még néhány most talán nem megemlített példán kívül nagyon kevesen vannak ebben a körben. De mi, állampolgárok, nagyon nagy tisztelettel kell adózni. Ezért csináltam föl ide köszönteni önöket, hogy megköszönjem mindazt a munkát, amit elvégeztem az elmúlt évtizedekben, tudjuk 140 évben, itt, Visszavasvári környékén is. És ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy látom önöket, a fénytől egy kicsit elvakulva, de látom, hogy hányan vagyunk. De én azt gondolom, hogy sokkal pontosabb az, ha egy picit ide gondolom önök mellé, magunk köré, mind azt a sok, talán Zoli mondhatom, hogy sok ezer embert, aki Tiszavasvári, Szent Mihály, Tiszabügy vonatkozásában ennek a tűzoltóegyesületnek, vagy most már akár a hivatásos tűzoltóegyesületnek, a települési vagy létesítményi tűzoltóegyesületnek is a része volt. Fejet hajtok önök előtt, köszönöm a munkájukat, nagy szeretettel köszöntöm önöket is. Köszönöm, hogy szólhattam mihez szólt. Köszönöm szépen. Köszönöm hivatalvezető úr szavai. Minden jubileumi állománygyűlésen szívesen emlékezünk vissza elődeink munkásságára, tűzoltóságunk történetére. Most egy kisebb filmmel idézzük fel a legemlékezetesebb pillanatokat a tiszavasvári tűzoltóság életéből. Szent Mihály határa a Tisza szabályozása előtt rendszeresen vízjárt a terület volt, a tájat kiterjedt nádasok tették jellegzetessé. A faluban élő jobbágyság házainak tetejét jellemzően nád fette, a nádfedeles házak miatt pedig szinte mindennaposak voltak a tűzesetek. A kéményekből kicsapódó szikra, szeles időkben vagy a nyári kánikulában kiütött tüzek sokszor egész utcasorokat pusztítottak el. Az első dokumentált szentmihályi tűzvészről Sőrés János könyvében olvashatunk. Még nagyobb megpróbáltatás következett be a falura 1857. év, május hava 15. napján történt tűzvész alkalmával, mely templomát, tornyát s egyik leányiskoláját hamvasztotta el. Ezen kívül két magtára, száraz malma, szinte a lángok martaléka lett.
A községben 120 család maradt ekkor hajlék nélkül, sokaknak élelemre valója és egyéb legszükségesebbje is odavezhetett. A tűzoltás sikere az oltásban résztvevők gyakorlottságán múlt. Hiányzott a tűzoltó felszerelés, az önkéntes tenni akaró emberek képzetlenek voltak. A gyakori tűzvészek miatt Lukács Ferenc 1884-ben alapította meg településünkön a községi önkéntes tűzoltó társaságot, amelynek aktív parancsnoka volt közel 40 éven át, egészen haláláig. 6 évvel a megalakulás után az 53 tagot számláló egylet két fecskendővel, 40 méter jó minőségű tömlővel, egy lajttal tudott a tűzhöz vonulni. 1885-től tagja volt a Magyar Országos Tűzoltó Szövetségnek. 1910-ben Tiszabűd és Szent Mihály lakossága már közel 8000 főre rúgott. A házak száma meghaladta az 1500-at, közülük még mindig 992-t nád vagy zsup fedett. Későbbiekben a település vásárolt egy fecskendőt, s az önkéntes tűzoltó egyesület tagjai állandó szolgálatot adtak két fogattal együtt. Az első világháború idején alig-alig működött az egyesület. 1926. márciusában alakult újjá a szervezet 30 fővel, dr. Veréb János községi jegyző és tűzoltó parancsnok vezetésével. Ebben az időben került beszerzésre a Teudlov Dietrich tűzoltószer gyártól vásárolt fecskendő, amely mai napig a tűzoltóságunk előtt látható. A második világháborút követő 20 évben kisebb létszámmal működött az egyesület. 1970-ben a testület már rendelkezett egy jobb kormányos Csepel Icarus gépjármű fecskendővel. A testület egységkönyvében többek között a következő beavatkozásról olvashatunk. Tűz volt 1971. január 15-én az egyes számú általános iskolában. Födém égett. Beavatkoztunk kéziszerszámmal és vízzel. A tűz oka, hogy a gerenda be volt építve a kéménybe. Községi önkéntes tűzoltó vette észre a tüzet, hogy a vakolat leesett és égett. Már ezekben az időkben is sikeresen szerepelt az egyesület a járási és megyei versenyeken. 1989-ben az egyesületnek sikerült vásárolnia egy IFA típusú gépjármű fecskendőt, amely a mai napig használatban van. Ezzel egy időben vette fel a tűzoltó egyesület Lukács Ferenc nevét. A 90-es években rohamos fejlődésnek indult településünk tűzoltósága. Állandó, készenléti szolgálat működött a polgármesteri hivatal portáján. Néhány évvel később egy Ford Transit műszaki mentőszerrel gazdagodott az egyesület. A fejlődés nem állt meg. 2003-ban megalakult a köztestületi tűzoltóság, amellyel egy időben átadásra került a Bátori utcai laktanya. Ezzel állandó készenléti szolgálatot ellátó állomány került foglalkoztatásra a településen. 2008-ban egy pályázatnak köszönhetően beszerzésre került az addigi legmodernebb Renault gépjármű fecskendő, amely ma is az elsődleges vonulószer. Az egyesület tagjai évtizedeken át a megyei tűzoltó versenyeken minden kategóriában kiemelkedő sikereket értek el. A tűzoltóság 2014-ben új laktanyába, az Alkaloida vegyészeti gyár területére költözött, ahol az üzem létesítményi tűzoltói feladatait is mai napig ellátja. Mivel az IFA típusú gépjármű már elavult, szükség volt újabb szerrel bővíteni a szerállományt. 2019-ben Ausztriából sikerült megvásárolni a Mercedes típusú gépjármű fecskendőt. Jelenleg az egyesület taglétszáma 39 fő, ebből 22 fő lát el készenléti szolgálatot. Tűzoltóságunk évente közel 300 alkalommal vonul különböző eseményekhez, Tiszavasváriban és a környező településeken. Reméljük, hogy a tűzoltóság fejlődése a következő években sem áll meg, ezzel biztosítva a tiszavasvári és környékbeli lakosok biztonságát.
nagy leszek, én is tiszavasvári tűzoltó leszek. Kérem Németh Zoltánt, az Egyesület parancsnokát, tartsa meg ünnepi beszédét. Istennek dicsőség, embernek segítség. Hangzik-e a nemes gondolat, a tűzoltók egyik ilyen mondatai. Tisztelt ezredes úr, elnök úr, tisztelt ünnepi állománygyűlés, kedves vendégeim. Szeretettel köszöntöm én is önöket a mai ünnepi állománygyűlésünkben. A tűz lehet barát vagy ellenség. Megújíthatja a tájat, de le is tanulhatja azt. Kordában tartva az ember hasznát szolgálja, megvadulva veszedelmet jelent mindenkor. A tűz pusztító erejének megfékezése érdekében emberi összefogás szükségelteti. Tisztelettel gondolunk azokra a szentmihályi lakosokra, akik 1884-ben Lukács Ferenc vezetésével megalapították az önkéntes tűzoltó egyletet. Ha nagy leszek, én is tiszavasvári tűzoltó leszek, hangzott el a mondat az imént a 10 éves gyermek szájából. Hiszen egyesületünk történetéből kiderül, hogy ezen a településen kezdettől fogva bátor, segíteni akaró tűzoltók teljesítettek szolgálatot. Sokan már gyermekkorunkban elhatároztuk, hogy ezt a jókora bátorságot igénylő veszélyekkel teli szakmát választjuk egy életre. Mert a tűzoltó sosem unatkozik. Ha én nem tüzet oltunk, akkor egy árukba csúszott autót mentünk, vagy nagyobb viharok után távolítjuk el az útrendőrt fákat. Ha baj van, elsőként érkezünk, utolsóként távozunk. Azonban ma már nem csupán Tiszavasváriban, hanem a környező településeken is a nap 24 órájában számíthatnak ránk az állampolgárok. Átlagosan évente mintegy 300 eseményhez vonulunk, amely megyei, illetve országos szinten is elég magas számnak tekinthető. Még az autópálya megépítése előtti időkben a közúti balesetek miatt kellett nagy számban kivonulni, addig ma a szélsőséges időjárás következtében kapnak legtöbbször riasztást tűzoltóként. Az aszályos időszakok miatt magas számban érkezik jelzés szabadtéri tűzesetekhez, amely már nem csak a megszokott tavaszi időszakban, hanem nyáron is jellemzővé vált. Így történt ez ebben az évben is, nem volt ritka a naponta 4-5 vonulása. Ezek a tüzek a kánikulában hatalmas kihívást jelentenek az állománynak, illetve a technikának egyaránt. Büszkén mondhatom, hogy tűzoltók sikeresen helytáltak ennek a kihívásnak. Beavatkozásaink jelentős részét önállóan hagyjuk végre, hivatásos tűzoltóság segítségét csak a nagyobb káresetek során kell igénybe vennünk. Ezért különösképpen fontos, hogy tűzoltóságunk mind személyi, mind tárgyi feltételekben megfeleljen az elvárásoknak. Több éve törekszünk eszközállományunk megújítására, amely pályázatoknak köszönhetően részben sikerül is. Bár a tűzoltóink nem hivatásos állományban dolgoznak, munkájukat ugyanúgy a hivatástudat, a szakma iránti szeretet és alázat jellemzi. Szervezetünk jelenleg 20 főnek biztosít munkahelyet, akiknek szakmai felkészítségét folyamatosan frissítjük és szinten tartjuk. A folyamatos oktatás, ismeretbővítés, különböző gyakorlatok segítenek a tűzoltóinknak abban, hogy mindig felkészülten érkezzenek egy-egy riasztás helyszínére, hiszen minden esemény más-más kihívást tartogat a számukra. A jövőben a legfontosabb célunk közé tartozik egy új gépjárműfecskendő beszerzése, mivel egyre inkább elavultá válik a szerállományunk. Eszközeinket tekintve olyan felszerelésre lenne még szükségünk, amely megfelel a feljósolt korunk kihívásainak. Fontos a következő években, hogy a tűzoltóink megfelelő munkakörülményeiket fejlesszük, az államot megtartsuk és megbecsüljük. A felelősségünk tehát óriási. Biztosítanunk kell a megfelelő feltételeket, a szakmai és anyagi hátteret ahhoz, hogy tűzoltóságunk a jövőben is sikeresen végezze a munkáját. Végül, de nem utolsó sorban,
Szeretném köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik településünk munkájukkal hozzájárultak a tűzoltóság fejlődéséhez. 140 év nagyon hosszú idő, amely sok feladatot adott elődeinknek, akiket tisztelet illet. Hálásak vagyunk, hiszen megteremtették az alapokat, és munkájukkal elérték azt, hogy ez a tűzoltóság 140 éve fontos része a városnak és a térségnek. A jelen tűzoltóinak úgy kell dolgozniuk, hogy legyenek követőik, példát mutassanak a munkájukkal annak érdekében, hogy a jövő tűzoltói hasonló büszkeséggel álljanak a következő évfordulókon, és mondhassák, tisztelik elődeiket, büszkék a jelenre, és bíznak a jövőben. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm parancsnok úr szavait. A következő percekben elismerések átadása következik. Felkérem Nagy József tűzoltó ezredes urat elismerés átadására. A Szabolcs-Szatmár-Berek megyei Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság a lakosság védelme a küzdelemi védekezés érdekében kifejtett kimagasló munkájuk elismeréseként fennállásuk 140. évfordulója alkalmából ajándéktárgyat adományoz a Lukács Ferenc Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére. Az elismerést átveszi Gál László, az Egyesület elnöke. Kérem Dombrádi László tűzoltó ezredes urat elismerések átadására. A Vármegyei Tűzoltó Szövetség elnöksége a lakosság védelme a tűzelemi védekezés érdekében kifejtett kimagasló munkájuk elismeréseként fennállásuk 140. évfordulója alkalmából díszoklevelet és ajándéktárgyat adományoz a Lukács Ferenc Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére. Az elismerést átveszi Dál László, az Egyesület elnöke. Kérem Gála Lászlót, az Egyesület elnökét elismerések átadására. A Lukács Ferenc Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke az Egyesület fennállásának 140. évfordulója alkalmából szervezetben végzett kiemelkedő társadalmi munkájáért ajándéktárgyat adományoz Kecskés József Önkéntes Tűzoltó részére. Önkéntes tűzoltó részére. Ifjabb Gála László önkéntes tűzoltó részére. Zoltán parancsnokot elismerések átadására. Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka az Egyesület és a település érdekében kifejtett több évtizedes munkája elismeréséül ajándéktárgyat adományoz Gál László részére.
A Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka a lakosság védelme és a tűzeleni védekezés érdekében huzamosabb időn áll kifejtett kimagasló munkájuk elismeréseképpen ajándéktárgyat adományoz Hanvas Bálint parancsnok helyettes részére. Süveges Sándor rajtparancsnok helyettes részére. Olyan Tamás tűzoltó részére. László tűzoltó részére. Menecki János tűzoltó részére. Gulyás László tűzoltó részére. Tűzoltóságunk immár 20 éve ápol testvértűzoltósági kapcsolatot az Erdélyi Csíkszent Imrei Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel. Sikeres együttműködésük jeléül tűzoltóságunk ajándékkal szeretne kedveskedni a Csíkszent Imrei vendégeknek. Felkérem Gál László elnök urat, illetve Németh Zoltán parancsnok urat, adják át a tűzoltóság ajándékát a Csíkszent Imrei tűzoltóságnak. Kérem fáradjon a színpadra az Egyesület vezetőképviselője Bocskor András és Gecse Csaba. Keresztében Árnyi Attila volt parancsnok, hogy fáradjanak, hogy hagyjuk egy kis emléket, egy kis emléktárgyat át a 20 éves kapcsolat alkalmával. Thank you.
szeretném Vikács és Józsefét. Az első tolmács a Csízténtem és Szabosan önkéntes tűzoltógyászatok között, akivel meg is ismerkedtünk, meg is megbeszéltük ezt a társadalmi kapcsolatot. Melyik legszépen várhat el, hogy adjuk át egy is emlék. Várhat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy a jutalomban és a dicséretben részesítetteknek elsőként gratuláljak. Munkájukhoz jó egészséget és nagyon sok sikert kívánok. Kedves vendégeim, az ünnepség folytatódik, egy parti zenekar következik, ők most itt néven. Hallhatjuk, láthatjuk őket, és akusztikus formációban lépnek most önök elé. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetünk, és Zoltán parancsnok úr meghívására. Egy ilyen 20-25 perces, könnyed, kicsit város, kicsit partis, akusztikus szórakozás, illetve nem az, hogy szórakozás, hanem bocsánat, technikai átállás, kicsit ezt nekem át kell idehozni. Tehát kicsit átmegyünk a 20-as, 30-as, 40-es évek világába, és mindenkinek szeretnénk jó szórakozást kívánni, valami, aki ismeri a dalokat, nyugodtan lehet énekelni. Azt nem mondom, hogy táncolni lehet, de itt ennyi hely talán van arra, aki szeretne, és a zenekarunk többen ismerik, játszottunk sokat Vasváriban, most ez az akusztikus formáció, és a végén lesz egy meglepetés vendégünk. Hát az első darab egy rövid kis története, amikor visszatérünk a gyermekkori otthonokban, amikor minden öregszik, a fák, a ház, a bútorok, a barátaink, és sajnos az édesanyánk is. Amikor eljön a búcsú pillanata, az édesanyja könnyeit elfolytva búcsúznak. A régi házban az élet tovább öregszik, édesanyán bezárja az ablakot, a gyors vonat tovább halad, a régi háza múltban marad. Éppen ezért, kedves hölgyek, urak, a legesleges, legfontosabb dolog az életünkben, hogy amíg van kikhez hazamenni, és van hova, tegyük meg. Öleljük meg őket, és mondjuk el, hogy mennyire szeretjük őket. Fiatalabb nem lesz már.
Thank you.
ritkába. Ha esetleg van, akinek van kedve tangót táncolni. Na 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 na
Nekem fekszem az ágyadon, bőrömön táncol a két kezed, az ajka mizzik a szádon. Nem szólok, te sem kérdezed, nincs az, ami gátol. Belopoztál át a szívemen, és lopsz el most a magányból. Mégis megyek álmaim után.
egy valaki sír majd, biztos értem. Együtt megyünk álmaink után. Mit remélsz? Mondd az életettől mégis, mit remélsz? Talán mindent, talán semmit, te a győz, a józan ész, több remélsz. Mit remélsz? Mondd az életedtől mégis, mit remélsz? Talán mindent, talán semmit, de a győz, a józan élsz, több remélsz, és nem lesz oly nehéz. És mielőtt az utolsó számunk következik, én is szeretném megköszönni, szerintem tegeződhetünk a munkátokat, amit értünk, végeztek, és sajnos most kicsit fokhíjason vagyunk, ugyanis a dobosunkat elvitték az Árvízhez, ő katonazenekarban játszik, és tegnap derült ki, hogy ő nem tud részt venni a mai rendezvényen. Viszont van egy meglepetés vendégünk. Hol van a meglepetésünk? Ti látjátok valahol? Ahol már mozog a függöny. Van egy meglepetés, dobosunk! Nagyon sok mérékéhez voltanak! És a következő dolog, ez csak nektek, és csak rólatok fog szólni. Minket örökre összeköt. Szóval
én is szeretném megmutatni a szemtelenül fiatal, jóképű, tehetséges kollégámat, Tóth Marcel. És ugye, aki nem utolsó sorban a beugró dobosunk, tűzoltó parancsnokunk Németh Zoltán. Esküszünk, ha kell, szembe szállunk bármivel. A tűz, a víz, a fő, minket örökre összeköt. Műsorát. Szeretném kifejezni köszönetemet mindazoknak, akik segítségükkel valamilyen formában hozzájárultak a mai program sikeres lebonyolításához.